Gyakorlatilag az a feladatunk, hogy a TAR Kft. Hálózatában keletkező hibákat, azokat mi vesszük észre legelőször, hozzánk érkezik be, hogyha ha valami hiba bejelentés van, hozzánk érkezik be először ez az információ. Többek között az informatika és távközlés világával is megismerkedhettek azok a gyerekek, akik részt vettek a Tolnavár megyei Kereskedelmi és Iparkamara kis szaki elnevezésű pályaorientációs táborában. Meg szeretnék ismerni szakmákat, hogy amikor tovább tanulok, akkor ezzel is tisztában legyek, és lehet, hogy mondjuk most a TAR-nál vagyunk, lehet, hogy itt informatikus leszek, vagy valami ilyesmi. A legnépszerűbb ágazat egyébként a vendéglátás volt a gyerekek körében. Az egyhetes program célja, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalokat bevezessék a szakmák világába, és ezzel segítséget nyújtsanak nekik a továbbtanulásban. Azt gondoljuk, hogy gyakorlatilag minden ágazat egy kicsi hiányágazat, hiszen magát szakembert is nagyon nehéz a mai világban tanulni. Ugye a szakképzés 4.0 elindulásával már egy ösztönzést adott az állam a diákok felé, mi pedig ezt szeretnénk a továbbiakban segíteni, hogy minél több pályaválasztás előtt álló diákot meg tudjuk ismertetni ezekkel az ágazatokkal. Az egy hét során a gyerekek 4 ágazatot ismernek meg közelebbről, ezek között szerepel a rendészet, a turizmus, vendéglátás, az informatika és távközlés, illetve a gépészet.